Jó estét kívánok, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Köszöntöm nézőnket, beszélgető társam dr. Bihari Gitta, karceliás hivatal kormányablak osztályvezetője. Köszöntöm a stúdióban. Köszöntöm a kedves nézőket én is, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek. Beszélgetésünket kezdjük azzal, hogy mit is jelent ez a szó, hogy kormányablak, hol találhatóak helyileg, hiszen nem biztos, hogy minden nézőnk tudja. 2015 egy mérföldkő a karcagi járási hivatal életében. Kormányablakok, a két kormányablak akkor állt fel, illetve akkor kezdtük meg működésünket. 2015. szeptemberében kisújszállási kirendeltségünkön, illetve Karcagon december 22-én. Tehát most már egy jó másfél éves tapasztalat áll mögöttünk. Karcagon 8 munkaállomással üzemelünk, és kisújszállás esetében 4 munkaállomással, összesen 17 fővel működik a kormányablak. A front office térhez, amit az állampolgárok, illetve kedves ügyfeleink ismernek, tartozik egy úgynevezett back office iroda, ahol a háttérmunkát tudjuk végezni. Természetesen az ide vezető út azért egy pár évbe telt, hiszen a munkatársak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében egy kormányablak ügyintéző tanfolyamot végeztek el valamennyien, amely felkészített valamennyiünket a magas szintű szakmai munka elvégzésére, ezen kívül pedig a különböző élethelyzetek kezelésére. Olyanokra gondolok, mint például stresszkezelés vagy konfliktustűrés. Azt gondolom, hogy erre szükség is van, hiszen azért, aki már személyigazolvány vagy bármilyen ügyet intézett önöknél, látta azért, hogy sokan vannak, sok ügyet lehet intézni, de beszéljünk egy picit akkor arról, hogy melyek azok az ügyek, amelyeket el lehet önöknél intézni. Az 515/2013-as kormányrendelet mellékletei sorolják fel az ügyeinket. Ebben a pillanatban körülbelül 1543 ügy intézhető. Ez ugye egy folyamatosan növekvő szám. Ami fontos, hogy a kormányablakok az okmányiroda bázisán jöttek létre, ami azt jelenti, hogy az egykori okmányirodás ügyek integrálódtak a kormányablak ügyeibe. A kormányrendelet 7 mellékletben sorolja az ügyeket típusunként. A ugye legfontosabb ügyeink az azonnal intézhetőek, illetve a saját hatáskörben intézendők. Ezek a egykori okmányirodás ügyek. Nagyon fontos azt megemlíteni, hogy az egyablakos ügyintézés során több ügyet is tudnak intézni az ügyfelek, viszont nem minden ügy intéződik el azonnal. Erre majd akkor konkrétan visszatérünk, de akkor beszéljünk az okmány irodai részéről, hiszen itt említette az okmányokat. Mely okmányokat lehet önöknél intézni? Személyi okmányokat, úgy mint személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél, diákigazolvány, ezen kívül ugye parkolási igazolvány, járműigazgatási ügyek, ami ugye egy jó tág ügykör, akkor lakcímfiktiválási ügyek, és ehhez kapcsolódó bármilyen más bejelentés vagy kijelentkezés. Ezek a főbb ügyek. Itt azért úgy tudom, hogy voltak változások is, hiszen folyamatosan ingyenessé válnak bizonyos okmányok. Igen, nagyon nagy változást hozott az állami rezsicsökkentés. 2016. január 1-től a személyi igazolvány ingyenessé vált, és további előnye, hogy egy csipet tartalmaz. Ez a csipnek kötelező tartalma a TAJ és az adókártya, aminek ott van jelentősége, hogyha valaki ellátogat, felkeres egy orvost, és ennek az orvosnak van egy leolvasó készüléke, akkor ha nincs az ügyfélnél tajkártya, akkor is a személyi igazolványból a tajszám kinyerhető. Továbbá opcionális, tehát az ügyfél döntése alapján tartalmaz e-aláírást, amely ugye teljes hatályú, teljes bizonyító erejű magánokirat létrehozására alkalmas, illetve új nyomatot. Az új nyomatnál itt megemlíteném, hogy ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az útlevélnél, tehát 12 évet betöltött gyermektől leszünk, ettől kisebb életkorúak esetében nem tartalmazza az új nyomatot. Az új nyomat jelentősége az úgynevezett zsilipkapus beléptető rendszereknél van jelentősége, tehát hogyha valaki külföldre utazik, akkor ez megkönnyíti a belépést, ha új nyomatos okmánya van. A Liszt-Ferenc repülőtéren jelenleg nem ilyen zsilipkapus rendszerrel rendelkezik, de én úgy tudom, hogy folyamatban van ennek a kiépítése is.
Tehát akkor érdemes már eleve ezt kérni, hogy ne kelljen esetleg legközelebb menni. Az útleveleknél milyen változás volt? Azok is ingyenessé váltak? Az útlevél nem vált ingyenessé, de szintén kedvező változásokat hozott a kettő vagy több gyermeket nevelő családok esetében, ugyanis az illetékek kedvezőbben alakulnak. Hogyha valaki egy gyermeket nevel, akkor az ő esetében a törvényes képviselő 2500 forintért tudja az okmányt megcsináltatni a gyermek részére. Két gyermek esetén az illeték mértéke 1250 forint, és három vagy több gyermek esetén 500 forint gyermekenként. Amit fontos hangsúlyozni, hogyha már itt szóba került a személyi igazolvány és az útlevél kiskorúak esetében, hogy a törvényes képviselőknek, tehát a szülőknek az együttes jelenléte szükséges. Személyi igazolvány esetében 14 év alatt, itt szoktak problémák felmerülni elvált szülők esetében, amikor csak az egyik szülő jelenik meg, nem jogosult személyi igazolvány készítetésére az egyedülálló szülő, csak abban az esetben, hogyha hoz egy jogerős bírósági döntést arról, hogy a szülői felügyeleti jogot ő gyakorolja kizárólagosan. Gondolom, hogy ezzel megvolt a törvényalkotónak a szándéka. Igen, nyilvánvaló dolog, hogy külföldre utazás, külföldre költözést próbálja abba az irányba tolni, hogy a két fél, tehát a szülőknek az együttes akarata érvényesüljön. És ugye útlevélnél ehhez már hozzá voltak szokva az állampolgárok, hogy a két szülő jelenléte személyi igazolványnál ez az újdonság erejével hat egyenlőre. Útlevélre még visszatérve további kedvező hír az állampolgárok számára, hogy a 65 év felettiek ingyenesen igényelhetnek útlevelet. És míg a személyigazolványt annyiban szeretném kiegészíteni, szintén a 65 éven felülieket érinti az a változás, hogy amennyiben csippet nem kérnek, akkor az érvényességi idő a határidő nélküli, ahogy azt már korábban is megszokhattuk. Viszont, hogyha kérik, hogy csippet tartalmazon az útlevél, akkor az érvényességi idő itt is 6 év, mert a 18 év feletti állampolgárok esetében 6 év az érvényességi idő. Azt gondolom, hogy azért az önmunkatársainak napra késznek kell lenni, tehát azért nem egyszerű ezeket a jogszabályokat követni, de rengeteg ügy is tartozik önökhöz, hiszen itt említette már a bevezetőjében, hogy vannak azonnal intézendő ügyek, és vannak olyan ügyek, amelyeket továbbítanak. Vegyünk egy példát, tehát hogyha valaki bemegy, leül egy ügyintéző elé, és mondjuk szeretne személyigazolványt készíteni, szeretné beadni mondjuk a táppénzes papírját, meg esetleg családi pótlék, igénylés, vagy bármi más szeretne. Ezek közül mi az, amit ott rögtön el tud intézni, és mi az, amiben csak önök a közvetítői ennek? Igen, tehát mint említettem, ugye az alapvetően az egykori okmányirodás ügyek azok, amelyeket azonnal tudunk intézni. Ugye itt ez ön már kapásból több ügyet felsorolt, ehhez sorszámot kell húzni. Nem biztos, hogy egy ügyintéző fogja intézni ezeket az ügyeket, viszont nagyon fontos, hogy a családtámogatással, vagy ami még gyakori, hogy egy pár konkrétumot mondjak, egészségbiztosítással, nyugdíjfolyósítással kapcsolatos ügyek abba a körbe tartoznak, amelyben a kormányablak beveszi a kérelmet, illetve tájékoztatást nyújt, teljes körű tájékoztatást, segít a kérelem kitöltésében, amennyiben ez akadályt jelent, és jogszabály szerint egy napunk van a továbbításra. Ugye az ügyfélnek rendkívül nagy előny, hogy nem neki kell a különböző városokban lévő hatóságokat felkeresnie, hanem betér a kormányablakba, és hogyha 3-4 ügyet, vagy akár többet szeretne intézni, akkor ennek nincsen akadálya. Tehát ezt egy nap el tudja intézni, viszont azt azért mondjuk el, a visszatérve a példákra, hogy azt ne várja ott, hogy ő akkor úgy jön ki onnan a karcagi városházáról, a kormányablakból, hogy neki megállapították mondjuk az özvegyi nyugdíját, ott rögtön az ügyintéző, vagy bármilyen más olyan ügyet, amihez azért határozat kell is. Igen, ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy akár egy nyugdíjügy, ugye szakügyintézőre van szükség, ez nem elvárható egy kormányablak munkatárstól, aki mondjuk ismeri 1540 ügynek, bár segíti a munkánkat, így zárójelbe jegyzem meg egy tudástár, de nem elvárható, hogy ilyen ügyekben azonnali döntést hozzon, tehát itt erre az ügyfeleknek számítaniuk kell, hogy ez egy pici idő átfutás, és ezeket az illetékes szervekhez továbbítani tudjuk, de azt gondolom, hogy ez is egy segítség, hogy nem kell elzarándokolni egy másik városban, nem kell sorban állni esetleg három hatóságnál, hanem ez egy helyen kényelmesen és nagyon kulturált körülmények között zajlik, és nagyon felkészült ügyintézők segítségével.
reméljük, hogy akkor, aki erre kíváncsi volt, arra most megkapta a választ, és akkor esetleg már legközelebb így fog eljárni. Viszont beszéljünk egy picit a nyárról, hiszen kezdődik a nyár. Mire hívná fel a figyelmet, milyen újdonságok vannak mondjuk esetleg az autósok esetében? Gépjármű tulajdonosok esetében újdonságot jelent a gépjárműre szerelhető kerékpártartó eszköz. Ehhez az eszközhöz kapcsolódik most már egy úgynevezett szürke színű rendszámtábla igénylésének a lehetősége. Ugye korábban problémát okozott, felszerelték a gépjárműre ezt a kerékpártartó eszközt, és kitakarta a rendszámtáblát. A jogalkotók ezt a problémát hivatottak kiküszöbölni. Annyi az feltétele, hogy személyesen, tehát kérelemre indul az eljárás, hozni kell egy műszaki adatlapot, amelyben szerepel, hogy az adott gépjármű tulajdonosa jogosult ilyen eszköz használatára, és a díja 5500 forint. Ha véletlenül elveszítené az állampolgár, akkor bármennyiszer utángyártható, és mindig 5500 forintba kerül. Azt gondolom, hogy ez mégiscsak olcsóbb, mint ha megbüntetik, amiatt, hogy nem volt látható a rendszám. Igen, és még a nyárhoz kapcsolódik, ugye sokan utaznak külföldre, visznek magukkal a kerékpárt, amiről már beszéltünk, illetve egy további, hogy EU-s egészségbiztosítási kártyát igényelnek, ugye ez a kérelem nyomtatvány is kormányablakban beadható. Itt viszont mindenkinek felhívnám a figyelmét, hogy aki külföldre megy, érdemes tájékozódni, hogy ugye az EU-s egészségbiztosítási kártya nem biztos, hogy adott országban ugyanannyi jogosultságot fog biztosítani, mint a magyar egészségbiztosítási ellátás. Tehát azok jogosultak EU-s kártya igénylésére, akik magyarországi állandó lakóhellyel rendelkeznek, illetve Magyarországon biztosítottak az egészségbiztosítási rendszerben. Viszont előfordulhat, és ezért kell tájékozódni, hogy külföldön ez a kártya kevesebb szolgáltatás igénybe vételére jogosít, mint esetlegesen itthon a magyar egészségbiztosítás, és ezért nagyon megfontolandó, hogy utasbiztosítást is kössenek-e, hiszen előfordulhat, hogy egy adott egészségügyi ellátás magánpraxis keretében történik külföldön, és ebben az esetben sajnos az EU-s kártya nem fogja ezt fedezni, tehát ez itt viszont már jön az utasbiztosítás, vagy ha baleset történik külföldön, a hazaszállítás csak utasbiztosítás esetében lesz megoldott. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos tanács volt, viszont beszéljünk egy picit az ügyfélkapuról, hiszen nagyon sokan már elektronikusan intéznek ügyeket. Mi a módja, hogy lehet megnyitni, mit kell hozzávinni, tehát néhány praktikus tanács. Igen, hát azt mindannyian tapasztaljuk állampolgárként, hogy az elektronikus út, az elektronikus ügyintézés évről évre erősödik, és ez az ügyfélkapus regisztráció egy nagyon egyszerű eljárás, és nagyon gyors eljárás, tehát mindenkinek ajánlani tudom. Ami kell magához az eljárás kezdeményezéséhez, a személyazonosításra alkalmas okmányok. Hát mik a személyazonosításra alkalmas okmányok, akkor ezt tisztázzuk. Személyigazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél, illetve ehhez kapcsolódik. Igen, a lakcímkártyát mondtam, bocsánat. Tehát ezen okmányok szükségesek. Ezután egy működő e-mail címet tudni kell az ügyfélnek mondani, mert ugye ahhoz kapcsolódik, és ez egy ingyenes eljárás. Ebben a munkatársak segítenek, ezt utána aktiválni kell, de akinek az aktiválással gondja van, abban is nagyon szívesen segítenek a kormányablak munkatársak. Az előnyeit szerintem a számtalan állampolgár tapasztalta, hiszen azok, akik egyéni vállalkozók, mert évek óta be tudják adni a kérelmeiket elektronikus úton, tehát vállalkozást alapíthatnak, megszüntethetnek, szüneteltethetnek bizonyos tevékenységeket, módosíthatják a tevékenységi körüket, illetve az idei év újdonsága, hogy a NAV azon állampolgárok számára, akik ügyfélkapuval rendelkeznek, elkészítette az adóbevallásukat, amelyet megtekinthettek az állampolgárok, módosíthatták vagy jóváhagyhatták, illetve az adójuk 1%-áról rendelkezni tudtak. De akik érettségiznek és tovább tanulni kívánnak, ők is amennyiben ügyfélkapuval rendelkeznek, elektronikus úton a kérelmüket beadhatták az adott felsőoktatási intézménybe, de számtalan előnye van, munkáltatói bejelentéseket ellenőrizhetjük, vagy beteg életutunkat megnézhetjük, hogy mikor milyen kórházi kezelésben részesültünk, tehát felsorolhatatlanul sok az ügyfélkapu előnye.
Reméljük, hogy azért ezt sokan igénybe veszik, de mondjuk, ha valaki elfelejti a jelszavát, tehát hogyan... Akkor sincs gond, mert ilyen ügyben is kormányablakban, hogyha megjelennek, hogyha nem tudja aktiválni jelszavát, elfelejtette, bármi problémája van az ügyfélkapujával kapcsolatban, akkor mindenféle gondban tudunk segíteni és orvosolni. Azt gondolom, hogy az ügyfélkaput akkor jól kibeszéltük, és sok mindenkinek tudtunk segíteni, viszont aki nem szeretne sorban állni, és mondjuk a különbözőekhez sorszámot húzni, az úgy tudom, hogy bejelentkezhet időpontra is. Ennek mi a módja, és ez ugyanúgy van, mint esetleg a háznorosnál, hogy betartják az időpontot, vagy ez is mitől függ? Igen, köszönöm szépen ezt a kérdést. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem nagyon élnek a karszegjárás területén élő állampolgárok az időpontfoglalás lehetőségével, holott több úton is lehetőség van erre. Egyrészt a telefonos időpontfoglalás, amivel még talán több állampolgár él, de az internetes időpontfoglalás nem nagyon működik, pedig borzasztóan egyszerű, van egy úgynevezett központi időpontfoglaló rendszer, amelyen keresztül ügyfélkapuval rendelkező konkrét ügyre tudnak foglalni időpontot, akiknek nincsen ügyfélkapuja, ők pedig ügyfélkapu regisztrációra tudnak időpontot foglalni. És a kérdés másik fele, hogy mennyire tudjuk ezeket az időpontokat tartani. Természetesen, ha valaki bejelentkezik 9 órára egy adott ügyben, és meg is jelenik 9 órára, olyan előfordulhat, hogy ha már az ügyintéző előtt ül egy ügyfél, akkor nyilvánvaló, hogy nem fogja felállítani, hogy bocsánat, 9 órakor jött egy ügyfél, és itt akkor félbehagytuk, majd folytatjuk, hanem ahogy az adott ügyféllel végzett az ügyintéző, rögtön hívja. Előfordulhat, hogy ez pont 9 óra, de lehet, hogy egy pár perces késés. De igyekszünk természetesen ezzel nagyon odafigyelni. És oda is figyelnek, hiszen én azért ezzel a lehetőséggel szoktam élni, és azért tényleg úgy volt, hogy amit én kértem időpontot, vagy szerencsém volt, és pont nem volt az ügyintézőnél, de tényleg így volt, hogy amikor megmentem az elkészült iratért, akkor meg tényleg 2-3 percen belül sorra is kerültem. Tehát azt gondolom, hogy aki siet, és sok mindent úgy tud elintézni, hogy éppen csak elengedik a munkahelyéről, annak célszerű ilyet foglalni. Ezt örömmel hallom, hogyha kedvező és pozitív tapasztalatai voltak. Még egy dologról szeretnék beszélni, ha már időpont foglalás, az ügyfélfogadási rendünkről, ami ugye a karszegi járás többi osztályától eltér, és ez sokszor az ügyfelekben problémát okoz, ugyanis nekünk teljesen más az ügyfélfogadási rendünk. Elmondanám akkor, hétfői nap esetében reggel 7-től délután 17 óráig, kedden és szerdán reggel 8-tól délután 16:30-ig, csütörtökön reggel 8 órától este 18 óráig, és pénteki napon reggel 8-tól 15 óráig. Egy hosszított ügyfélfogadási rendszerén dolgozunk, amely azt gondolom, hogy munkavállalók részére kifejezetten kedvező, hiszen én azt gondolom, hogy ezekből az időpontokból bárki tud választani számára kedvezőt. Reméljük, hogy fognak is, viszont azért mondjunk egy elérhetőséget is, hiszen ha már mondtuk az időpontot, és akkor esetleg telefonon szeretne valaki foglalni. Több telefonszámot tudok mondani, személyi okmányok esetében 795-236 a telefonszám, amennyiben gépjárműügyintézéshez kapcsolódó ügyről van szó, akkor pedig 795-220 vagy 221-es telefonszámot kell hívni, parkolási igazolvány, illetve vezetői engedély visszavonásos ügyek, lakcímfiktív adatszolgáltatás esetében 795-237, és még egy telefonszámunk van a 795-238, azokban pedig, hát amiket előbb a teljesség igénye nélkül már beszéltünk, érintettünk a nyugdíjfolyósítással, egészségbiztosítással, honosítással, tehát az okmányirodás ügyeken kívüli ügyekkel lehet ezen a telefonszámon érdeklődni, illetve időpontot foglalni. És még egy dolgot szerettem volna elmondani, mert ez is félreértésekre akad adókot. Többen a kormányablak kifejezés még nem rögzült több állampolgárnál, tehát okmányirodaként emlegetnek bennünket, és ez ott okoz problémát, amikor valaki a Google-be beüti, hogy karcegi okmányiroda, és természetesen a net tárolja a történeti adatokat, tehát egy régi ügyfelfogadási idővel fog szembesülni, nem pedig a mai korszerűvel. Tehát én azt javaslom, hogy az ügyfeleink, akikben bármilyen kérdés felmerül, és interneten szeretnének tájékozódni, kormányablakként keressenek minket, és hát nagyon hiteles forrás a kormányablak.hu, vagy a kormányhivatal.hu, mert ott napra kész és aktuális adatokat fognak kapni.
De akkor reméljük, hogy itt akkor mindenki megtalál, hiszen azért most lehet, hogy első nem mindenki minden telefonszámot, de akkor az internetes felületen akkor a Hírmondóban én úgy tudom, hogy ezen a héten vagy jövő héten megjelenik. Akkor reméljük, hogy ezt elteszik az emberek, igen, és akkor hasznos lesz számukra. Én azt gondolom, hogy jól áttekintettük ezt a rengeteg ügyet, bár az 1500-an nem tudtunk kitenni, de azért a fő pontokat érintettük. Én akkor azt kívánom, hogy legyen sikeres a munkájuk, hiszen elégedett ügyfélként távozik mindenki, az ön munkájukat is dicséri. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem, és köszönöm szépen a nézők figyelmét is. Én köszönöm önnek a beszélgetést, nézőinknek a figyelmet. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a kórházban, dr. Szabó Mária főorvosasszonnyal beszélgetünk, és mellettünk gyönyörű adományok vannak, erről fogunk beszélni. Honnan érkeztek ezek az adományok? Talán onnan kezdeném, hogy harmadik éve egy nagyszerű mozgalom kezd kialakulni itt a Kátai Gábor Kórház, és az itt született gyerekek szülei között. Tulajdonképpen a hálás anyukák megkérdezték, hogy mivel tudnánk segíteni a munkánkat, és mi nagy örömmel azt mondtuk, hogy ha van olyan baba, ruha, papucs, pizsama, badi, rugdalózó, amit már ők nem használnak, de még jól használható, mi ezt szívesen fogadnánk, ugyanis hát nem mindegy, hogy miben töltik a gyerekek betegségük ideje alatt is ezeket a napokat a kórházunkban, és ugye itt már beszélgettünk róla, hogy tudunk mi is kapni a kórháztól is, de sajnos ezek nagyon gyorsan elkopnak, ugye itt fertőtlenítős mosásra van szükség, és ezek az anyagok kevésbé bírják ezeket a hőfokokat. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon-nagyon nagy örömmel vettük ezt az újabb kezdeményezést, amit, mint hangsúlyoztam, harmadik éve gondoltunk ki, és őszintén nem gondoltuk, hogy ekkora nagyra képes kinőni magát, és hálás szívvel mondok köszönetet Szabó Cinege Jolánnak, aki a mozgalom élére állt, és vállalta azt, hogy koordinálja ezt az egész gyűjtést. A jelenlegi gyűjtést az főleg a karcagi anyukáktól kaptuk, illetve a tiszaszőlősi kedves szülőktől, akinek mondom még egyszer, nagyon hálásak vagyunk, mert meghallották a mi kérő szavunkat, és ahogy látszik is a képen, olyan gyönyörű ruhákat kaptunk, amire valóban szüksége van a gyógyuló gyerekeknek. Most egy picit gondoltak a nagyobbakra is, és én ennek nagyon örülök, mert ahogy látom, jól mosható kis csinos gumipapucsokat kaptunk, ugye, ezeket minden gyerek után újra kell fertőtleníteni, de amikor bekerülnek esetleg úgy, hogy nem tudnak hozni rögtön ruhát nekik, akkor is szegények nem ilyen árvaházi ruhában töltik a napjaikat, hanem csinosba, és ezt nagyon jól tudjuk, hogy a megfelelő környezet, a megfelelő ruházat, a megfelelő pszichés odafigyelés az nagyon-nagyon sokat segít a gyógyulásban. És hát azt gondolom, azért azt mondjuk el, hogy ez két osztály kapta, hiszen az újszülöttre is kerülnek, és a két osztály jól meg fog ezen osztozni, hiszen akkor vannak, a nagyobbak azok eleve itt maradnak, viszont az újszülötteknek a badék azok mennek le. Így van, pontosan. Hát az újszülötten nagyon jól tudják használni a nyári időszakban a badikat, télen ugye gyönyörű kis rugdalózókat kaptak, pelenkákat kaptak, pósitörlőt, ami ugye különböző ilyen higiéniai eszközöket, amire kevesebb pénz jut a keretgazdálkodásból, tehát ők is ugyanúgy részesülnek belőle, hál' Isten őrájuk is ugyanúgy gondolnak a kedves szülők. Azt gondolom, hogy Jolit ismerve, megismerve, hiszen én már beszéltem vele, a lelkesedése az töretlen, és hát biztos, hogy folytatni fogja. Nagyon úgy gondolom, hogy egy nagyszerű emberre találtunk a személyében, és megmondom őszintén még egyszer, hogy hatalmas sikernek tartom ezt, és magam részéről bármelyik kórháznak merem ajánlani, hogy merjenek a szülőkhöz szólni kérőszóval, mert úgy gondolom, hogy azok a szülők, akik itt elégedettek voltak az ellátással, nagyon szívesen segítenek nekünk, és magam részéről is, amit csak tudunk, behozunk, mert jó látni az, hogy más még tudja használni, ami nekünk már esetleg éppen felesleges. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.
Köszöntöm nézőnket, Lévai Kálmánnal beszélgettünk még indulás előtti utolsó pillanatokban, hiszen hajnalban ismét útra kelnek, és egy nagy adománnyal indulnak. Hova is pontosan, és most mit visznek? Székelyföldre, Bögözbe indulunk, és újból könyveket viszünk. Ez most a bögözi falusi iskolának, ami egy gyönyörű, szép iskola egyébként, annak ellenére, hogy egy községközpontban, tehát egy faluban van. És hát a iskolának és a települési könyvtárnak viszünk könyveket. Ezt gondolom akkor meg ilyen családi ismerősi adományokból gyűlt össze? Hát a vállalkozás megint családi, kedves feleségemmel együtt, tulajdonképpen még a februárinak a túlcsordulása. Egyesek később hallották meg, mások akkor nem értek rá összegyűjteni, hogy mit is szeretnének adományozni, és nagyon kérték, hogy hát ők is szeretnék, hogy még ezt kivinnénk, meg egyéb, és akkor mondtuk, hogy jó, hát akkor csinálunk még egy fordulót. Hála Istennek Komandóra, ahol először voltunk abban a bizonyos leégett iskolába, oda már nem kell vinni, sok jó szándékú ember adománya éppen a könyvtár újjá fog születni, olyan háromszoros valójába körülbelül, tehát ott is túlszaladt a adakozó kedv, de ez nem baj, mert inkább több legyen, mint kevesebb, abból lehet válogatni. És hát itt is úgy voltunk vele, hogy akkor visszük az iskolába, illetve hát a településre, és akkor majd a két könyvtár megosztozik. Hát nyilván az iskolába inkább az ifjúság jellegű és a tananyaghoz kapcsolódó könyvek kerülnek, a települési könyvtárba pedig az összes többi, hisz mindegyik hasznos. Ebben vannak gyerekkönyvek, ifjúsági könyvek, aztán felnőtt regények, könyvsorozatok, szakmai könyvek, hobbi könyvek, nagyon vegyes a kép, ki mit gondolt, ki mit tudott ajándékozni. Kóna alatt szorongat egy dobozkát. Rózsikával megbeszélték, hogy ön fog elmondani, hogy mi is van ebben a dobozkában. Igen, hát ezt azért szorongatom, mert hogy kiben mi fogom meg, és azt gondolom, hogy egy nyolcadikos gyerekbe ez megfogant, hogy ő is szeretne adakozni, szeretne segíteni az ottani gyerekeknek, és összeszedte azokat a könyveket, amiket ő már nélkülözni tud, és becsomagolta, a doboz végére fölírta, hogy milyen könyvek vannak benne, szerző, cím, stb., és hát aláírta, hogy ő, én azt hiszem, hogyha elhangzik a neve, hogy Madar Krisztián a Kovács iskolából, akkor nem sértünk meg vele senkit, és büszkék lehetünk az ilyen gyerekekre. Azt gondolom, hogy ez követendő példa lehet esetleg a társainak is. Lesz-e harmadik fuvar? Majdnem azt mondtam, hogy sajnos, de ez ilyen... Jó értelemben. Rossz szokás az embernek, hogy sok mindenre rám, hogy nem sajnos, természetesen úgy tűnik, hogy igen, hisz a mostani adakozók közül is volt, aki még azt mondta, hogy még lesz, csak még nem ért rá mindet átválogatni, hogy mit szeretne megtartani, és mi az, amiről szívesen lemond olyan emberek javára, akiknek szükségük van ezekre a könyvekre. És én azt gondolom, hogy a múltkori szállítmány is olyan 2000 kötet volt, ez is olyan 2000 kötet körül van, hogyha ennyivel megsegítjük az ottani magyarokat, akkor biztos, hogy jó szolgálatot teszünk a magyar-magyar ügynek, és annak, hogy az ottani emberekhez is még közelebb legyen a magyarságuknak a nyelve, a magyar nyelv. Hát akkor én jó utat kívánok önöknek, és hát azt, hogy férjen azért be minden ebbe a kölcsönautóba, hiszen azért ez sem lesz egyszerű ide beszuszakolni mindent. Hát igen, mindig a saját autóra kezdődik a szervezés, és aztán kölcsön kell kérni olyat, ami teherbírásába és térfogatába is elbírja ezeket a könyveket. És hát az egész valamikor onnan indult, hogy nekünk is vannak nélkülözhető könyveink, amit úgy gondoltunk, hogy talán, ha kivinnénk odakint, jobb helye lenne, mint nálunk. Az még mindig ott van a polcon, tehát egy harmadik fuvar ebből a szempontból is biztosnak tűnik. Hát akkor én még egyszer jó utat kívánok önöknek, és akkor majd visszatérünk, amikor hazajöttek, hogy hogyan is fogadták önöket. Köszönöm szépen. Köszöntöm nézőket, a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban vagyunk, mögöttünk a tornateremben lázasan dolgoznak fiatalok, de hogy mi is van ma az iskolában, arról Nagy Éva igazgató helyettessel beszélgettünk. Mi ez a munka ma?
Köszöntöm én is a nézőket. Már sokadik éve, mióta református egyház fönntartásába került az iskola, azóta részt veszünk a Magyar Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd nevű programján. Ez mindig egy péntek-szombati napon kerül megrendezésre, az iskola pedig péntek délelőttönként kapcsolódik be ebbe a munkába. Mit jelent maga a szó a Szeretett Híd? Ez egy nagyon szép és jelképes kifejezés, hogy hidat építünk a szeretetből. Igyekszünk azt megtenni, hogy a fiatal gyerekek az egyház felé egy szolgálatot tudjanak nyújtani. Tegnap például az időseknél, a nőszövetségnél voltunk, és ott egy műsort adtak elő a gyerekek, illetve mai nap folyamán ezt a műsort megismétlik az idősek otthonába és az idősek klubjába is. Illetve a templomnak, vagy pedig a gyülekezeti háznak a takarításában is részt veszünk, amellett, hogy természetesen az iskolában is próbálunk szépíteni. Kik szépítik ma az iskolát, tehát hányan, hiszen látjuk azért, hogy pedagógusok is vannak velük, kik vesznek részt? Mióta a közösségi szolgálatban ez az önkéntes munka is beszámítható, azóta a 9. évfolyam diákjai vesznek részt ezen a programon. Jelenleg 76 diák dolgozik több helyszínen. Az iskola területén, illetve a gyülekezeti házba, valamint ugye az előbb említett idős otthonokba járnak a gyerekek. És ezt a több csoportot több kollega koordinálja. Osztályfőnök kollégák, illetve azok a kollégák, akik évről évre ebben a munkában részt vesznek. Azért a nap nem csak ebből áll, hiszen reggel a lovagudvarban kezdtek, és a templomban fogják befejezni a mai napot. Foglaljuk akkor össze, hogy mi történik a két dolog között még. Igen, reggel 8 órára jöttek a diákok, és egy rövid áhítatot hallgattak meg, és elindultunk így a közösen együtt a munkába. Aztán az egyházközség meghívására egy szeretett vendégségben vettünk részt a lovagudvarban, ami már szintén hagyomány, és utána pedig mindenki a saját helyszínét foglalt el, és vette fel a munkát, és 12:30-től pedig a templomban fogjuk bezárni közösen ezt a mai napot, azzal, hogy ugyan több helyszínen voltunk, és mindenki csak a saját helyszínén végzett munkát, de hogy mégis mindenki megismerje, hogy mi az, amit a többiek csináltak, kis beszámolót fogunk ott tartani. Most 76-szor x óra, tehát azért ez egy jelentős társadalmi munka. A diákoknak ez akkor mondta, hogy beszámít, de egyébként mennyire lehetett rávenni a diákokat? Nagyon lelkesen csinálják, én úgy érzem ezt a tanulók. Épp ma említettük nekik, hogy amikor elindultunk 2010 tavaszán ebben, akkor még csak 11 néhányan voltunk, és azért ez szépen feldobott ez a létszám, hogy így kellett korlátozni, hogy csak a 9. évfolyam vehet részt, mert annyi munkát nem tudunk adni, hogy mindenki, az egész iskola részt vegyen benne, de szerintem nem bánnák, hogyha mindenki dolgozhatna így egy kicsit. Akkor az évi egy alkalommal van, és aki részt vesz, az kap egy karkötőt is. Így van, most az idén a Református Szeretett Szolgálat egy-egy karkötővel ajándékozta meg a diákokat. Reméljük akkor, hogy többször is fogunk majd még találkozni ilyen Szeretett Híd alkalmával, és hát azt is, hogy hasznosan töltik a diákok a napjaikat. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen egy kicsit más tanulnak, mint egy tanítási napon. Megtanulják azt, hogy mit jelent adni, önzetlenül adni, anélkül, hogy bármit is kapnának ezért cserében. Erről szól gyakorlatilag a közösségi szolgálat is, ugye, amit a kormány bevezetett egy pár évvel ezelőtt, de ugye a Református Egyház, illetve az egyházközség is már korábban csatlakozott ilyen munkához, hiszen ez hozzátartozik a hitéleti nevelésünkhöz is. Akkor jó munkát kívánunk! Köszönjük szépen! Kovács Bianca a 9. C-ből vállalta ezt a mai munkát. Te hol dolgozol, hiszen nem a tornateremben, azt tudom. Hát sikerült az egyik legjobb helyszínt szerintem kifogni. Én a könyvtárban pakoltam, dolgoztam. És hát nagyon jó munka, és szerintem a jó hatással volt ránk az, hogy láttuk, hogy a könyveket mennyit kellett pakolni, annak ellenére, hogy ez csak egy könyvtár. Sokan gondolják, hogy ott leül az ember, aztán csöndben van és olvasgat, hát nem. De akkor gondolom rá is csodálkoztál néhány kötetre, hogy jé, ez is megvan, tehát azért erre is volt idő, vagy inkább mindenki csak a saját munkáját végezte? Hát nem, én azért szétnéztem ennek ellenére, csodálkozom, hogy mennyi régi könyv és mennyi érték van ebben a könyvtárban. Egyébként mennyire vagy könyvtárlátogató? Hát én erősen függő vagyok, én a városi könyvtárat is sokszor szoktam látogatni, valamint az iskolait is. Akkor most az jó érzés, hogy egy picikét te is segítettél ennek a rendbetételével? Én nagyon örülök ennek. És a többiek hányan vagytok ott? Hú, sokan, olyan 15 fő, és hát mindenkinek van munkája. És akkor most mondhatjuk azt, hogy a tetejétől a
polc aljáig minden? Igen, rengeteg tankönyv van, amelyek régiebbek, de az újabbakat is a helyére pakoltuk, címkéztünk, és rengeteg mindent csináltunk igazából. De akkor új ismeretek is ragadtok rátok, hiszen a könyvtáros szakszavakat is megtanultátok. Hát igen, meg hogy volt egy osztálytársam az előbb, aki nem tudta, hogy hogyan kell sorba rakni a könyveket, és mi felvilágosítottuk ugye, hogy melyiket kell nézni, melyik betűjeleket, számokat, és hát szerintem ez hasznos dolog, hogy végül is ezt is tudjuk már. És egyébként a közösségi szolgálatban hol fogsz még teljesíteni? Hát én a könyvtárból mindenképpen járok, valamint óvodákba szoktam kimenni. És milyen érzés ez számodra? Azon kívül, hogy kötelező, de hogyha mondjuk nem volna kötelező, akkor is vállalnál hasonlót? Hát én nagyon empatikus ember vagyok, szóval szeretek segíteni másoknak, úgyhogy nekem ez jó érzés, főleg az óvodában, amikor sok kis gyerek körém gyűl, és olvasok nekik mesét, vagy segítek a hajukat megcsinálni, és szerintem ez nagyon jó dolog. Hát akkor én azt kérem, hogy sok élménnyel gazdagodjál még. Hát köszönöm szépen. Orvos Nagy István is a 9. C oszlopos tagja, te itt a tornateremben serénykedsz, mit szólsz ehhez? Nagyon jó volt, szerintem nagyon jó csapatépítő munka, tanár úr kiosztotta szépen, hogy ki mit csináljon, ez így szerintem nagyon jó csapatmunka építő, szépen gyorsan végeztünk itt például itt a tornateremben, most pedig még kint is dolgozunk. De legfőképpen, ami itt hátul látható, szertárban most szépen éppen pakolnak vissza fel a többiek. Most akkor egy picit téged onnan elraboltunk, de egyébként ez a közösségi munka mit jelent számodra? Tehát hol töltöd még a többit? Én nagy részt a tűzoltóságnál, de viszont amikor van lehetőség, például előző évben volt a szalagavató, én nagyon szívesen mentem ruhatáros munkát végezni, nagyon jól éreztem magam, ott is nagyon jó volt megismerni a vendégeket is, szépen el lehetett velük beszélgetni, én nagyon jól éreztem magam a tűzoltóságnál is, viszont látni, hogy karcagvárosunkat a tűz elől kivéd meg, és nagyon szépen, nagyon jó érzés tölt el. És itt a tornateremben most, hogyha hétfőn jöttök tesi órára, akkor jó érzés lesz, hogy titakarítottatok? Nagyon jó érzés, és legalább tudjuk, hogy tényleg tiszta. És akkor jobban is vigyázol rá? Én mindig is vigyázok rá, ez inkább a többiektől függ, hogy majd hogy fognak rá vigyázni. De szerintem mindenki ügyesen fog rá vigyázni, nem lesz semmi baj. És miért pont a tornateremet választottad? Ez jutott rád, vagy te jelentkeztél ide? Én jelentkeztem rá, mert barátom is erre jött, meg még ugye sokkal több a fiú, hát még a lányokkal is, úgyhogy így együtt így jó volt, nagyon jó. Én ezért választottam. Könyvtárban úgy éreztem volna magam, hogy el tudtam volna igazodni, de inkább én az inkább igazi fizikai munkát szeretem. Tehát akkor itt tudtál egy kicsit látványosabb dolgot véghez vinni. Akkor én még sok hasonló élményt kívánok neked. Köszönöm szépen. Balatyin és Sütő Margit a Kutenúti Tagovoda tagovodavezetőjével beszélgetünk, hiszen a jó gyakorlatokat fogja bemutatni itt a kolléganőknek. Mik is ezek a jó gyakorlatok? Először is szeretném elmondani, hogy valóban a Kutenúti Tagovoda vezetője vagyok, de innen a Szimovodából mentem el, most szeptemberétől. 10 évig voltam itt tagovoda vezető, és a kolléganőkkel, a nevelő közösséggel közösen dolgoztuk ki ezt a bevált jó gyakorlatot, amelynek címe Gyermekekkel a természetért. Azt gondolom, hogy azért a helyszín is adott volt itt a természet, közelében vannak nagyon sok fa, sok olyan dolog van az udvaron, amivel a gyerekeket meg lehet ismertetni, de akkor beszéljünk egy picit konkrétumokról, hogyan is kezdődött ez egyáltalán, ez a program. Hát ez a program egy nagyon hosszú folyamat, hiszen a helyi adottságunk lehetővé tette, óvodánk zöldövezetben helyezkedik el, illetve a nevelőközösségünknek az elhivatottsága vezetett oda, hogy megírjuk ezt a jó gyakorlatot. Ez a jó gyakorlat szó, ez végülis nézőinknek nem biztos, hogy tudják, hogy mit jelent. Hogyan mondhatnánk ezt egy példának mondhatnánk, vagy fogalmazzuk már meg ezt, hogy mi ez, hogy jó gyakorlat? Lehet példaként is említeni, de ez a mindennapi óvodai nevelésnek a gyakorlata, amit minden évben, minden évszakban, illetve minden nap a gyerekekkel közösen végzünk, tehát ez a mindennapi tevékenységünk. Akkor így már legalább ők is értik, hogy mi ez a jó gyakorlat. Beszéljünk arról, hogy hogyan vonták be a kicsiket, milyen megfigyeléseket végeztek, mert gondolom, hogy azért ismerve az óvodát, hiszen mi is sokszor voltunk itt, ilyesmi dolgokról lehet szó. Hát először is távolabbról kezdeném. Itt van nem messze tőlünk a kutatóintézetnek az arborétuma, ahová rendszeresen kijárnak a gyerekek, és ott különböző megfigyeléseket, kísérleteket végeznek. Illetve az óvoda udvarán különböző
helyek vannak, ahol ugyanezeket a megfigyeléseket, kísérleteket, vizsgálódásokat végezhetnek a gyerekek az óvónénikkel közösen. Van kerti tavunk, ahol ugye a vizes élőhelyeknek a világát figyelhetik meg, van konyhakertünk, van sziklakertünk, amelyben vannak évelő növények, vannak egynyári növények, illetve a konyhakertben közösen tevékenykedhetnek a gyermekek az óvónénikkel együtt, nevelhetik a zöldség, gyümölcsféléket, illetve gyümölcsfáink is vannak, és ezt mind-mind közösen végzik az óvónénikkel a gyermekek. És hát azért itt a termekben is nagyon sok növény van, tehát ez is jelző, hogy a zöld óvoda címet azért jogosan nyert el az óvi. És azt hiszem, hogy ez az elmúlt 10 évben azért bebizonyosodott, hogy sok minden történt itt ebben a télen is. Igen, az óvoda 3 alkalommal írta meg a zöld óvoda pályázatot, 3-szorára is elnyerte, és ekkor vált 2016. szeptemberétől zöld óvoda bázis intézményé. Azt gondolom, hogy itt a kolléganők, hiszen azért sok helyről érkeznek, biztos, hogy nem mindenhol ilyen ideális a körülmény, biztos, hogy kíváncsiak lesznek arra, hogy hogyan lehet elindítani egy sziklakert építését, hogyan lehet megmozgatni a szülőket, hogyan lehet a konyhakertet kialakítani, tehát erre is biztos, hogy jó példát fog mondani nekik. Igen, hiszen ez a zöld bázis intézmény, ez arra azt a célt szolgálja, hogy az egymás közti tanulást, az intézmények közötti kapcsolatot fejlesztük, illetve segítségül szolgáljanak azoknak az óvodáknak, akik még nem zöld óvodák, illetve a zöld óvodák, de jó példával hazatérhetnek majd innen a kolléganők. Itt a beszélgetésünk elején említette, hogy már ide csak nosztalgiázni jön, hiszen nem ennek az óvodának a vezetője, de azt gondolom, hogy ide azért mindig szívesen jön, és ezeket a jó gyakorlatokat szeretnénk gondolom megvalósítani a Kutenóviban is. Ez így igaz, hiszen nagyon sok évet töltöttem ebben az óvodában, és mivel a két óvoda azonos program alapján dolgozik, és szinte napi kapcsolatban vagyunk egymással, úgy gondolom, hogy majd nagy segítség szolgál az a mindennapi tapasztalat, amit innen átviszek a Kutenúti óvodában, és természetesen a Kutenúti óvoda is zöld óvoda, és majd most fogjuk szeptemberben megírni 3. alkalommal a pályázatot, és bízunk benne, hogy 3-szorára is el fogjuk majd nyerni ezt a címet. Azt gondolom, hogy addig még sok-sok mindenről fogunk beszélgetni. Én azt kívánom, hogy sok jó gyakorlatot adjon át itt a Szolnoki és a megye más településről érkező kollégáknak, hiszen azért Karcagon ismerik egymás tevékenységét. Igen, ez így igaz, hiszen Karcagon a 9 tagintézmény nagyon szoros kapcsolatban van, és akkor bízunk abban, hogy ennek a bázis intézménynek a cím elnyerésével a Jász-Nagykun Szolnok megyei óvodákkal is szorosabb kapcsolatban leszünk, hiszen már most 2. alkalommal van egy ilyen rendezvény óvodánkban. Jó munkát kívánunk! Nagyon szépen köszönöm. Köszöntöm nézőinket, a SZIM tagovodában vagyunk, és Szabolcs Szentesi Mária tagintézményvezetővel beszélgetünk, hiszen mögöttünk már érkeznek az óvónénik. Egy szakmai napra vártak, kiket is pontosan. Én is üdvözlöm a nézőket. A mai napon egy olyan szakmai napot szerveztünk, mint Zöld Bázis Óvoda Intézmény, ahová a megye zöld óvodáiból vártuk a képviselőket. Vállaltuk a Zöld Bázis Óvoda Intézményi feladataink között, hogy széles körben propagáljuk a zöld óvodai programokat, és ma egy bevált jó gyakorlatot fog bemutatni Balajtiné Sütő Margó, akinek a nevéhez fűződik az egész zöld óvodai pályázat, hiszen 10 évig volt ennek a tagovodának a vezetője. Utána pedig gyakorlati bemutatóra várjuk a kolléganőket a Kutatóintézet arborétumába, ahová a nagycsoportos óvodásainkkal megyünk át, és megmutatjuk, hogy a gyakorlatban hogyan is szoktuk a nagycsoportos óvodás gyerekekkel megvalósítani a környezeti nevelést. Most a Madarak és Fák napja apropóján hívtuk meg a kolléganőket, és valóban gyűlnek szép számmal a hátam mögött. A zöld óvoda bázisként azért nagyobb a felelősségük is, mintha csak sima zöld óvoda lennének. Ez így igaz. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum bízott meg bennünket ezzel a feladattal. 3 nyertes pályázatunk volt, és a legutóbbi pályázati anyagunk alapján választották ki a mi óvodánkat erre a bázisintézményi feladatokra. Elsősorban hálózatépítés a feladatunk, amit ezen a mai napon szeretnénk is megvalósítani, hogy a megye zöld óvodáival olyan szakmai kapcsolatot alakítsunk továbbra is ki, ahol kölcsönösen látogatjuk egymás programjait, jó gyakorlatainkat kicseréljük, és széles körben próbáljuk a zöld óvodai programokat megvalósítani.
Azt gondolom, hogy ebből csak a gyerekek jöhetnek jól ki, hiszen azért ebben az óviban nagyon sok olyan lehetőség van, amit ki tudnak használni, és azt hiszem, hogy a karcagiak ezt jól tudják, de a vidékről érkező óvónőknek biztos, hogy sok olyan dolgot fognak mondani, amit ők is meg tudnak esetleg valósítani, nem nagy ráfordítással. Nagyon remélem, hogy így van. Már érkezéskor a kolléganőim nagyon dicsérték az óvodán környezetét. Valóban a város legszebb környezetében fekvő óvoda a miénk. Itt tényleg tudunk a gyerekekkel a környezeti nevelés minden területén foglalkozni, játékos formában, hiszen gyönyörű zöldövezetben vagyunk. Itt a madárcsicsergés mindennapos, a megfigyelés, etettük egész télen, itatjuk egész nyáron, kertészkedünk. Gyümölcsfáink vannak, mindenféle részét szelektíven gyűjtjük, a hulladékot, kerti tavunk van. Nagyon sokféle dologban tudjuk a gyerekeket játékos formában erre nevelni, hogy a környezettudatos szemléletformálást általuk és a szülőkkel együtt is meg tudjuk valósítani. Én azt kívánom, hogy az óvónénik innen ma sok-sok új dologgal menjenek az, és sok-sok olyan jó gyakorlatot elvigyenek magukkal az ő óvóikba, amit meg tudnak valósítani. Jó szakmai napot kívánunk! Nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy lesz olyan, amit magukkal tudnak vinni, és hasznosíthatják otthon az ő gyerekeik javára. Köszönöm szépen! Köszöntöm nézőnket, beszélgető társam Kovács Szilvia, a polgármester asszony, köszöntöm a stúdióban. Én is köszöntöm a kedves televízió nézőket. Odakint nagyon jó idő van, bár tegnap volt egy jó kis zápor, ami azt gondolom, hogy a kertgazdáknak nagyon jókor jött, úgyhogy beszélgessünk egy picit a kertről, hiszen mindjárt június van, és annyira gyorsan eltelt ez az idő, volt ebben áprilisi hótól kezdve sok-sok minden. Hogyan látja, mennyire mernek nevezni most a konyhakertesek? Így van, nagyon sok minden történt, és az időjárás megint többször megtréfált bennünket. Kaptunk úgymond hideget, meleget, hiszen a késői fagyok, a késői hótól kezdve a korai nagy forróságig már tulajdonképpen minden megtörtént velünk. Ennek ellenére a kerteseim szerencsére lelkesen neveznek. Én úgy gondolom, hogy minden tavalyi nevezőt a versenyben tartunk. Meg is látogatom őket. Ha van kertje, ha nincs, majd kiderül. De a legtöbben már visszaküldték a tavalyi jelentkezők közül a jelentkezési lapot, és örömmel mondhatom, hogy vannak új jelentkezők is, így most már a 85. jelentkező felé tartunk, és én bízom abban, hogy az elkövetkezendő napok, vagy talán hetek még újabb jelentkezőket hoznak. Nem fogom élesen lezárni a jelentkezési határidőt, mert én úgy gondolom, hogy ha valaki később kap észbe, vagy elirigyli mástól a lehetőséget, akkor legyen ő is benne ebben a kis csapatban. Nézzük meg az ő kertjét is, hiszen szerintem ő is tartogathat számunkra meglepetést, nagyon szép, ápolt, gondozott kertet. Aki azt kívánom, hogy Karcagon akkor legyen meg a 100 nevező, hiszen akkor már nagyon közelítünk hozzá. De mi van országos szinten, hiszen idén 5. alkalommal hirdette meg országos szinten. Emlékszem, beszélgettünk, amikor először lett országos, és úgy nagyon félt tőle, hogy mit fognak szólni, hogy fognak csatlakozni, és szinte berobbant a köztudatba ez az országos konyhakert mozgalom. Így van, 5 évesek vagyunk, és készülünk is meglepetéssel. 30 településünk van, akik 5. éve is benne vannak hűségesen ebben a programban. Nagyon szép eredményeket értek el, hiszen többeknek 1. alkalommal van már országos díja, díjazott kertese, és ebből az alkalomból szeretném őket külön megünnepelni, és a települések közötti versenyt is meghirdettem április 27-én, amikor a Darányi Ignác teremben, a Fülbevésőgyi Minisztériumban egy koordinátori napot tartottam. Ekkor a koordinátorokkal összejöttünk, megbeszéltük a 2017-es fővonalat, hiszen minden évben van egy fő motónk, és az új települések hogyan tudnak ebben részt venni, hogyan kell zsűrizni, egyet, hogyan kell a helyi versenyt lebonyolítani, ezeket vettük sorra és beszéltük végig velük. 2017-ben nagyon sok új településünk van, megvannak a régiek is, vannak visszatérőek, akik tavaly nem voltak, de azelőtt voltak, és most megint visszatértek, de nagyon sok új településünk van. Kisváros, pici falu, nagyváros, Vegyesem, és én úgy gondolom, hogy nekik a segítséget meg kellett adni,
És ha a településekről beszélünk, akkor fontos, hogy a település is érdekelté legyen téve abban, hogy a kertprogramba csatlakozzon, nevezzen, és a helyi versenyt lefolytassa. Ezért települési versenyt hirdettem meg. Lélekszámhoz mértem, fogjuk megnézni, hogy mennyi a jelentkezések száma, és a legtöbb nevezéssel bíró településeket díjazni fogjuk. És ezen felbuzdulva, én úgy gondoltam, hogy a megyéknek is lehetőséget kell adni abban, hogy díjazzák a megyéjük legszebb kertjeiket, vagy egy kiválasztott városnak, településnek adhatják oda a megyei díjat, vagy egy egyéb más paraméter alapján lehet ezt meghatározni. Legtöbb országos díjjal rendelkező település, vagy a legbiobb település. Ilyen címekben gondolkodunk, és nyilván a megyei közgyűlések felhívást követően majd megteszik az ajánlataikat, és én bízom abban, hogy lesznek megyei díjak. Hát Jászlóskoszlónok megyének gondolom, hogy mindenképpen benne kell ebben lennie, de már több megyétől kaptam megkeresést, és bízom abban, hogy ezzel is tudjuk majd a településeket arra sarkalni, hogy igenis szervezzék meg a legszebb konyhakertek versenyt a településen, mert ezt a kertesek nagyon jó néven veszik. És emellett vannak olyan kertnevezéseink, akik magánjelentkezők lettek, hiszen a településük nem vállalja föl a legszebb konyhakert versenyhelyi megrendezését, megszervezését, és én őket sem szerettem volna kihagyni ebből a lehetőségből. Várjuk őket is, így aztán elég sok településünkről, illetve elég sok településről érkeznek már nevezések, itt már a 300-on fölül vagyunk. Úgyhogy ebben az évben is én úgy gondolom, hogy csúcsot javítunk, de a csatlakozó települések is nagyon szép számmal becsatlakoztak, de még mindig jönnek települések, úgyhogy megint nem lehet lezárni ezt a részét sem ennek a mozgalomnak. Én úgy gondolom, hogy ha egy település önkormányzata, vagy valamelyik szervezete ezt fölvállalja, akkor meg kell neki adni azt a lehetőséget, hogy csatlakozzon, és hajrá, gyűjtsen kertnevezőket. Nem tudom, hogy most az önkormányzatok fenntartásában lévő, hiszen a környékünkön is több olyan startunk a programos terület, ahol azért dolgoznak, kertészetek vannak, gyümölcsöst művelnek. Ők, nekik van-e külön program, vagy ők ebbe csatlakozhatnak? A települések kertjei a közösségi kategóriában, de ebben a versenyben vesznek részt. És én mindig azt szoktam mondani egy frissen csatlakozó településnek, hogy ha van kertjük, akkor azzal mindenképpen nevezzenek be, hiszen nagyon jó motiváló a kertben dolgozóknak, hogy versenyben vesznek részt, és akkor a munkafegyelemmel rögtön nincs olyan nagy probléma. És azért büszkén hagy mondjam el, hogy a karcagi első jelentkező a Babos kert volt, úgyhogy ők külön dicséretet érdemelnek ezért, és településenként tényleg minden kertet beneveznek. Van, ahol több kert is nevez az önkormányzat által fenntartott kertek közül, és ha nincs, akkor előbb-utóbb lesz települési kert, vagy egy közösség csinálja meg, vagy pedig maga az önkormányzat azt mondja, hogy na most akkor ebben is elindulunk. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen ösztönző erő, és a település büszke is a kertjére, és tényleg gyönyörű kertek érkeznek, gyönyörű kertfotók érkeznek, nagyon komoly kertekkel neveznek a települések. A tavalyi év ezt mondatja, ez a tapasztalat. Én a tavalyi évben nagyon pozitív példaként értékeltem a Fogadj Örökbe egy kertet. Én pont egy kenderesi kertet néztem meg, ahol egy idős néni hatalmas nagy kertjét gondozták az ottani szakiskolások, és tényleg gyönyörű volt a kert, megosztoztak a termésen, de Karcagon a Szent Annaiban is ment ez hasonlóképpen. Idén erre mennyire van lehetőség, vagy van-e már példa? Igen, én nagyon örülök ennek, hiszen én már 2014-ben szerettem volna, hogyha a Földművelési Minisztérium, akkor még ugye Vidékfejlesztési Minisztérium által fenntartott mezőgazdasági vagy nem mezőgazdasági szakközépiskolák neveznek kerttel. És szerettem volna, hogyha ilyen elhagyatott kerteket ápolnak és gondoznak, és tavaly dr. Fazekas Sándor Földművelési miniszter úr végre meghirdette, és szárnyai alá vette ezt a kezdeményezést, és a minisztérium által fenntartott iskoláknak meg kellett menteniük egy kertet.
Emellett persze a kertjükkel is nevezhettek, meg is tették nagyon sokan, de a legtöbb iskola tényleg megmentett egy kertet, és ezt ebben az évben is megteszik az iskolások. De a legnagyobb öröm számomra, hogy most már nem egy kertet mentenek meg, hanem egyre több a kerteknek a száma. Van olyan iskola, amelyik 3-4-5 kertet is gondoz és ápol. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen nagyon fontos kezdeményezés, és nagyon hálás vagyok miniszter úrnak azért, hogy ez tavaly a kertészkedés éve programon belül megtette ezt a meghirdetést, hiszen így minden iskola aktívan részt tud ebben venni, és ezek a megmentett kertek, ezek automatikusan bekerülnek a legszebb konyhakertek mozgalomba, és ha az a település, ahol ez a megmentett kert gondozásra kerül, benne van a programban, akkor az ottani zsűri tekinti meg. És ez egy plusz ösztönző a diákok számára. Ahol nincs ilyen lehetőség, onnan érkeznek a fotók és a jelentések, és a külön versenye, a Ments meg egy kertet mozgalomnak szintén megtörténik, de ugyanakkor díjazzuk a legszebb konyhakertet programban is, úgyhogy duplán lehet díjazni őket, és a tapasztalat azt mutatja, hogy a kertművelők, akiknek a kertjét megmentik, nagy örömmel fogadják a gyerekeket. Igen, az első évben bizalmatlanság volt, és Kenderesen is Emma néni kertje, úgymond kicsit protekcióval került be. Igen, hiszen a fia az iskolában pedagógus. Így van, protekcióval került be a programba. De rögtön elirigyelték a szomszédok, hiszen tényleg hatalmas kertek vannak az úgymond a házak mögött. Hát ilyen 8-10 zárt kert sornyi kert földnek felel meg az, ami ott minden egyes porta mögött található, illetve ház mögött található, és bizony az idős emberek nem tudják gondozni. Most nem tudom, mi a helyzet Kenderesen, de úgy gondolom, hogy mindenki igyekszik bekerülni ebbe a Ments meg egy kertet programba, hogy az ő kertjét is mentsék meg, de az ország szerte így van. Nagyon sok az idős ember, aki már nem tudja gondozni a kertjét, és én úgy gondolom, hogy ez lelkileg nagy teher neki, hiszen a kertjéért él, azért öltözik fel, és azért megy ki, és kezd el a napot aktívan. És hogyha ezt már nem tudja megtenni, hiszen nem engedi meg a fizikuma, akkor bizony az lelkileg is megviseli őt, és kivirulnak, megfiatalodnak, amikor megjelennek a gyerekek, és elkezdik művelni, és nagyon szívesen irányítják őket, és a gyerekek is jó néven veszik ezt, és tényleg megkezdődik a tudásátadás. Igen, tehát a praktikákat ott is megbeszélték, hogy mit lehetne, hogy igen. Lehetne, a néni is kiment, és tényleg azt mondta, hogyha nincsenek is minden nap ott a gyerekek, kimegy, megáll a kert végében, és gyönyörködik a munkájukban. Igen. De ugyanezt láthatjuk az óvisoknál is, visszatérve egy picit Karcagra, hiszen a városunk ebben azért nagyon jó példával jár elől, hogy ott is már picikorban elkezdődik, és utána mennek haza a gyerekek, és esetleg otthon is egy-két négyzetméteren, erre van a Monori Vivi is, aki erre nagyon jó példa. Így van, az óvodások nagyon, nagyon, nagyon szeretnek kertet művelni, és tényleg az óvonénik, a dadusnénik ebben teljesen partnerek, és szépen irányítják őket, és azért nagyon büszke vagyok a karcagi óvodákra. Ebben az évben minden karcagi óvoda nevezett ebben a programba, és a településeken is a legtöbb óvoda benne van ebben. Ahol csak kert van és tudnak kialakítani kertet, megteszik és neveznek is. Budapesten is vannak olyan kerületek, 10. kerület, 11. kerület, ahol szinte minden óvoda benne van ebben a programban. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó indulás a kertészkedésben, és én bízom abban, hogy az iskola kertek is beneveznek ebbe, hiszen velük is van egy kapcsolatfelvétel, és ebben az évben tervezzük azt, hogy az iskolakert mozgalommal még többen fogják majd az óvodai kezdeményezést folytatni, és akkor tényleg joggal várjuk el, hogy a Földművelési Minisztérium által fenntartott mezőgazdasági szakközépiskolában nagyon sok gyerek fog jelentkezni, úgyhogy én nagyon hálás vagyok a minisztériumnak, és természetesen főleg miniszter úrnak, hogy ezt így szárnyai alá vették, és nagyon alaposan, nagyon körültekintően gondozzák ezt a programot, hiszen a nyomkövetése maximálisan megvan, értékelik a kerteket. Tavaly külön értékelő ünnepséget tartottunk, és nagyon büszkén jöttek a diákok. És azért jó volt látni, hogy a legkisebbektől, ugye az óvodásoktól kezdődően, most már a kamaszok is ott vannak,
a 14-16-18 évesek, és olyan büszkén vették át a díjat, tényleg gyönyörű kerteket gondoztak. Egyik szebb volt, mint a másik, és hallatlanul nagy munka volt mindegyik kertben. Még abban a kertben is, ahol tulajdonképpen nem is tudtak kialakítani ágyásokat, hiszen annyira gondozatlan, annyira gazos volt az a kert, hogy az első év bizony azzal telt el, hogy kigazolták, rendbehozták, illetve kezdték művelhetővé tették kialakítani azt a területet, ahol majd ágyásokat tudnak kialakítani. Hát igen, amikor egy kert úgymond elhagyatottá válik, akkor nehéz visszahódítani, és nehéz újra megteremteni azokat a feltételeket, amelyek majd a szép ágyásoknak az ágyása lesz. Aki azért a Legszebb Konyhakertek közösségi oldalát követi, az nagyon sok hasznos tanácsot kap. Én magam is szoktam azért nézni, hiszen ott megosztják a szakemberek gondolatait is, és azért nagyon sokan hozzászólnak, hogy ők mit tapasztaltak. Ez egy jó kis ilyen tanácsadós holnap lett végül. Igen, örülök ennek, és Szokai Szilvének nagyon hálás vagyok, hiszen ezt ő gardírozza, és nagyon-nagyon profi módon mindig napra kész állapotba hozza. Így van, nagyon fontos, hogy azok a praktikák, amelyeknek a birtokában vannak, vagy amelyeket most ők dolgoznak és tapasztalnak meg, az úgymond közkincsé kerüljön, és a praktika lapokat továbbra is szorgalmasan adjuk a kerteseknek, hogy ezeket rögzítsék, írják össze, és én a terveimet tekintve szeretném ebben az évben lezárni ezt a praktika lapos dolgot, összegyűjteni annyit egy nagy csokorba, hogy kiadható legyen. Nyilván nagyon nagy munka lesz ezeket rendszerezni, úgy csokorba fogni, hogy szakmailag is minden tekintetből úgymond helyén legyenek a dolgok. De mindenképpen szeretném megtenni, hiszen nagyon nagy tudás birtokában vannak a kertesek, és nagyon jó módszereket alkalmaznak. Ebben az évben a hasznos rovarokat a kertekbe a szlogenünk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezzel kapcsolatban milyen fortjuk, milyen praktikák kerülnek majd napvilágra. És szintén újítás ebben az évben, megkérem a kerteseket, hogy az úgynevezett növénylapot ők töltsék ki. Hiszen szeretnek a kertükkel foglalkozni este is, amikor már nem aktívan művelik azt, de hogy végig gondolják a napot, mit tettek, mit csináltak, mi történt, mi fog történni az elkövetkező napokban, hetekben, hónapokban. És akkor, hogyha leülnek, akkor összeírhatják, hogy miből első vetés, másodvetés, harmadvetés volt, mit vetettek tél alá, miből használnak saját vetőmagot, és ezeket szépen kitöltögethetik maguknak, és akkor ők is látják, hogy mennyi növényük van, milyen gazdag az ő kertjük, és ebben az évben első alkalommal megkérdezem őket, hogy miből mennyit termeltek. Hiszen az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ők szeretik összeírni a mennyiséget, büszkék rá. Uh-huh. Természetesen, ez így van rendjén. És mindig mondják, hogy hány kiló borsó termett, mennyi uborka termett, és én egyszer kaptam egy olyan információt, nem is információ volt, hanem úgymond kritika vagy megállapítás, ami nekem nagyon rosszul esett. Azt hangzott el, hogy a kistermelők és az átkertben, udvarok környékén megtermelt zöldség, gyümölcs az nem számottevő, nem termelési potenciál. És én megmondom őszintén, nem szerettem ezt a mondatot, és ez nekem nagyon rosszul esett, és én most megmutatom, hogy de igenis termelőerő van az otthoni zöldség, gyümölcs termesztésben, az átkertekben fantasztikus mennyiséget megtermelnek, de én tudom, hogy a mini kertekben is meg lehet termelni nagyon sokat, sokszor extra mennyiséget is, és én most megkérem ezzel tisztelettel a kerteseimet, hogy írják össze, hogy miből mennyit termeltek. Nyilván nem lesz ez mindenkinél teljes, vagy nem jegyezte, vagy nem szeretné jegyezni, nem kötelező, de aki ezt egyébként is írja, az adja közzé nekünk ezt az információt, hány fejsalátája volt, hány kiló medgye volt, hány kiló uborkája volt, és én ezt össze fogom adni. És ahogyan tavaly a sok picikéből összejöttek a nagy számok, én úgy gondolom, hogy itt is azért meg fogjuk mutatni, hogy igenis a vidéknek a termelő ereje, a kiskerteknek a termelő ereje az hatalmas lehet. Ugye a sok kicsi sokra megy el alapján, fontos elmondani az egyik legnagyobb büszkeségemet, amit én mindig hangsúlyozok,
Tavaly megkérdeztem a kerteseimet, hogy az ő példájukon hányan ásták fel a kertjüket, gazolták ki, vagy alakítottak ki egy szépen gondozott kertben konyhakertet. És akkor jöttek vissza a válaszok. 0, 2, 3, 5, 7, valakinél 10. És ezekből a sok picikékből összejött az, hogy 5384 kertet mentettek meg, úgymond, kertben ástak föl a jó példájukban, és nem is neveztek ezekkel a kertekkel. Ez a szám a kertművelők, a kertben, kertprogramban nevezők által ösztönzött kerteknek a száma. És ezekből az 1-es, 2-es, 3-as, 0-as számokból jött ez az 5384, és én úgy gondolom, hogy ennek mintájára extra mennyiségű uborka, saláta és mindenféle zöldség, gyümölcs fog összejönni. Kíváncsi vagyok majd a végeredményre. Biztos vagyok benne, hogy egy-egy kert nem csak egy családot tart el, hanem akár egy egész utcányi. Igen, hiszen mi is szoktuk így ezt van hallani, hogy azért a hamar család az azért ellátja ott az Apavár utca környékét teljesen, és így azért van nagyon sokan. És még a csirkéknek is. Igen, viszont utolsó példaként azt szerettem volna az Erika példáját, a Jókai balkonkertjének is egy négyzetméterén csodákat művel, tehát igen, azt gondolom, hogy ez is egy pozitív példa lehet, hogy nem kell itt 100 négyzetméterekben gondolkodni, lehet egy pici kertben is megteremni azt, ami éppen kell gyorsan a konyhai dolgokhoz, és ez is lehet példa a gyerekek előtt. Így van. Egyébként a gyerekek nagyon gondolkodnak ebben, főleg akik ugye emeltes házban laknak, hogy nekem nincs kertem, de akkor az erkélyem, majd a balkonon, majd egy kis ládákban, és akkor majd anyának megmondom, és akkor majd apa segít benne, kialakítja, hogy kis lugas legyen, és akkor arra fölfut, és akkor jobban ki tudom használni a helyet. Igen, ezek nagyon jó példák, és erre is jók a közösségi oldalak, hogy az ötleteket, a praktikákat át tudjuk adni, hiszen azért valljuk be őszintén, hogy nem egyszerű a balkonon kertészkedni, oda azért igazi praktikai és fortési mód minden kell, és azért az eső sem úgy esik, a nap sem úgy éri, tehát ott azért nagyon oda kell figyelni a dolgokra. Természetesen minden kertnek megvan a maga varázsa mellett a nehézsége is, hiszen vannak extra fagyzugos kertek, ott egészen másképp kell kertészkedni, vannak nagyon napos kertek. És hát nyilván vannak olyan területek, ahol kevesebb eső esik, mint ahogy Karcagon is nagyon sok esetben ugye csak az alföldi vihar, a szélvihar talál meg bennünket, és bizony vannak olyan kertek, ahol nem lehet öntözni. Tehát ezek mind olyan dolgok, amiket én úgy gondolom, hogy a praktikák révén is lehet segíteni, de hogy az előbb elhangzott, tényleg a balkonon, én úgy gondolom, hogy azért megindult egy ilyen népszerűsítési hadjárat nyomán a nevezéseknek a nagyobb száma, hiszen ez mindig is egy ilyen kis fekete folt volt, és nehezen indultak be a balkonon a jelentkezések. Hát így bízom abban, hogy ez a 2017-es év itt is egy robbanásszerű változást fog majd eredményezni. Azért a végén engedje meg egy személyes kérdést, hiszen azért versenyen kívül meg szoktuk nézni az önök kertjét is. Hogy állnak most? Most nagyon szép a kertünk. Most a lucerna megszűnt a zárt kertünkben, és most a teljes kert használathoz készítjük elő második éve a talajt, ami azt jelenti, hogy állandóan forgatva van, és állandóan gyomtalanítunk ahhoz, hogy szépen kialakítsuk azt, hol lesznek majd az évelő fűszernövények, hol lesznek az egynyári virágoknak, hiszen az is kell a kertbe, illetve a zöldségeknek és a gyümölcsöknek a helye. Én úgy gondolom, hogy a virágok mellett a fűszer, gyógynövények egyre jobban bent vannak a kertbe. Erre akarok egy példát hozni, és ezeket a kertben állandó ágyásokba elhelyezni, hogy ezt is meg tudjuk majd mutatni a kerteseknek. Nagyon sok munka van a kerttel, de most nagyon szép a kertem, most büszke vagyok rá. Sokat dolgozunk benne, esténként igyekszünk tevékenykedni. És az a világos kertem az gyönyörűséges. Az összes kaktuszom kipusztult. Éppen egy pár darab megmaradt, de ez a fagy, ez most tényleg megviselte a mi kertünket is, gondolom mindenkiét. Úgyhogy most a kaktuszokkal nem lesz nagy gondunk, de én úgy gondolom, hogy átveszi a helyét majd a fűszer, gyógynövény, és hát minden egyéb más. Sokkal többet kellene foglalkozni a kerttel, nyilván nem tudok annyit foglalkozni, mennyit szeretnék, de mindenképpen örömet okoz,
és igaz az a mondás, amit mindig szoktam mondani, hogy egy nehéz nap után végigmenve a kertben, egy pár gyomot kihúzgálva azért az embernek egy lelki felüdülést hoz, és én biztatok mindenkit arra, hogy tegye ezt. Kevesebb tévénézés, kevesebb más egyéb számítógépes elfoglaltság meghozza a gyümölcsét, hogyha azt a kertben tölti az illető. Én meg azt gondolom, hogy az fontos, hogy egy ötletgazda saját maga is példát mutat a kerteseinek. Én azt kívánom, hogy legyen sikeres az idei év is, és vissza fogunk még erre térni, hiszen még most kezdődik a szezon, még ezután kezdődnek a kertbejárások is, és én azt kívánom, hogy érjük el Karcagon a százat, és akkor minél többen csatlakozzanak. És legyenek olyanok, akik pedig csak versenyen kívül, de a szomszéd példáját követve kezdenek el kertet művelni. Így van, én is várok még minden jelentkezőt, és én biztatok minden karcagi lakost, hogy mutassa meg a kertjét, hiszen nagyon fontos. És Karcag szolgáljon például minden településnek, hiszen még mindig vannak olyan települések, akik széjjel teszik a kezüket, és azt mondják, hogy nem jelentkezik senki. Hát nem létezik, hogy egy településen nincs szép kert. Én bízom abban, hogy Karcag példát mutat, és elérjük azt a bűvös százat. És szép kertekkel fogunk büszkélkedni, hiszen ezt az 5 évet ezt méltóképpen meg kell ünnepelnünk. Így legyen, köszönöm szépen a beszélgetést, nézőinknek a figyelmet. Kedves nézőink, már a munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is várjuk észrevételeiket, javaslataikat műsorainkkal kapcsolatban, illetve ne feledjék, hogy akkor is jelezzenek felénk valamilyen módon, hogyha bármi rendkívüli szokatlant látnak az utcákon, hogy azonnal tudjuk önöket tájékoztatni a fejleményekről. További kellemes televíziózást is a jövő heti viszontlátásra mindenkinek!